Sziasztok, a Szerencsevadász vagyok. Sziasztok, én pedig Fly Feri. És ismét keressük Magyarország legszerencsésebb települését. Méghozzá 85. rész, Szolnok. Szolnokra látogattam, most személyesen. Méghozzá egy nagyon kedves nézőmhöz, Katushoz és családjához. Sziasztok. Szia, Katus. Ferinek is nézői, úgy tudom. Volt egy nagyon komoly múzeum bemutatás, mert Katusa Szolnoki Damjan is múzeumban dolgozik. Sziasztok! A Szerencsevadász vagyok, és itt van velem Katus, aki egy nyereményjátékon nyertese, és nem máshol vagyunk, mint Szolnokon a Damjan is János Múzeumban. Szia, Katus! Szia, Bence! És szeretnék neked átadni egy kis ajándékot, vagyis egy nyereményt, mert hogy megnyerted. A Twitch-en lett most nyereményjáték hirdetve is, de rendszeresen nézed a Twitch-et, hozzászólsz. Állandó néző vagy, nagyon örülök, és köszönök szépen mindent. És remélem, hogy tetszeni fog ez a kis nyeremény, vagy remélem azért tetszeni fog. És fel is öltöztettél minek is? Konditéznek. Bizonyám, és nagyon élvezem a dolgot, az előtt gardot kaptam a kezemben. Páncélos vitéznek is fel lettem öltöztetve. És tudjátok mi? Egy kicsit körbe is fogunk járni. Akkor adnék én, Bence, neked valamit. Ugye Szolnok még nem volt benne a... Keresik Magyarország, szerencsésebb felépülésre sorozunk. Így van, abban nem voltunk benne. Hát én átnyújtanám neked ezt a kis ajándékot. És akkor... Legyen sok szerencsék. Mehet a nyereményjótékony célra? Mehet, persze. Köszönjük szépen. Ebben a sorozatban szeretjük, hogyha egy kicsit tudunk segíteni Monikának, nem tudom, gondolom láttad a videókat, hogy nagyon jó helyre megy, és tényleg köszönjük szépen. Élveztem. Nagyon szépen köszönöm Katusnak a lehetőséget, hogy megnézhettem a csodás tárlatot. És nézzük meg akkor ezt a három kaszinó sorsigyet. Kaszinó kaparás, méghozzá 6000 forint értékben, három darab kaszinó. Szolnok, reméljük szerencsés lesz. Szolnokon egy csomó fődíjat vittek el, én úgy tudom. Régen legalábbis lottozókban ki volt írva, hogy egy fődíj, két fődíj, ilyen nagy táblák, aminek gratulálnak, hogy itt vitték el ebbe a lottozóba, én úgy emlékszem. De még a 2000-es években, amikor sűrűbben jártam Szolnokra. Szóval reméljük, hogy most is szerencsés város lesz, a nyeremények pedig Danikának mennek. Jótékony célra. A három darab kaszinó sorsjegyünk sorszámai a következők. 031, 013 és 025. Melyikkel kezdjünk, Feri? Kezdjünk a 31-jel. Egy 31-es lesz az első áldozatunk. Egyes sorozatból valóak. Katusiknak köszönjük szépen. Meg még egyszer az élményt is. Úgy hallottam, te is fogsz menni.
Igen, terve van. Uh-huh. Helyes, helyes. Ne hagyd ki, hogyha a gyerekeket is tudod vinni, megéri. Képzeld, van olyan, hogy, azért, hogy csontvázat kell összerakni. Ó, király. A kaszinó sorsjegy. Van nekünk 10 különböző játékunk, és az első nem más a teendő, mint hogy a mi kártyánk nagyobb legyen, mint az osztóé. Van esély, ha kettes. Egy nagyon pici, de van. 3-ra. Hát ez nem kettes, ez 10-es. 8, 9. 6. Király, első játék nem jött be. Nézzük a másodikat. 2 egyforma szimbólum kell, 5000 forintért egy pénzköteg és egy zseton, egy úszógumi. 3-as játék. Rulett. Rulettel megtesszük a számokat, méghozzá teszünk a 26-ra. Na, arra amúgy is tennék. 17-re soha nem teszem. Arra én tennék. Arra te tennék, tényleg. És 10. Na, ebből én 2-re szoktam néha tenni. Hol a nulla mögüle? Hello, ez egy 1-es. 29. 32. Úgy van a ruletten, hogy 32-0-26, tehát ez eléggé közel a 26-hoz. Na, 10-es. Gyere 10-es. Kicsi 10-es. Nem 10-es, 30-as. Megyünk tovább. 3 egyforma figurás lap kell. 2 dáma. Jumbo. 10. És dáma. Sajnos ez nem jött így be. Ugorhatunk az 5-ös játékra, ahol nem más a dolog, mint hogy egyforma számokat dobjunk az oszlopokban. Hát ez nem egy könnyű feladat sajnos, 6, de hát ha egyszer bejön, hát ha most jön be, 5, 4, 3, 1, az aranyoszlop nem hozott sikert. Majdnem lehetetlen itt. 4, 6, nem lehetetlen, mutattak már az a képeket, majdnem. Ricsinek sikerült, ő meg mesélte. 2, 5 és 3. És 1, 4, 6, 2 és 3. Igazából új sorozatot adtak ki. Ugye itt az 1-es. Uh-huh. És elment az előző adag 23-ig. Tehát így át is variálták a sorsjegyet, így ez már egy új sorsjegy az előző kaszinóhoz képest, és rosszabb lett a nyereménytáblája, mint az előzőnek volt, ha a nagy nyereményeket nézzük. Amiben azért van egy kis turpisság, mert van egy olyan statisztika, nem hivatalos, hogy a kis nyereményekből elég sokat nem váltanak vissza. Az igen. És ugye itt a kis nyereményekből sok van, a nagyokból kevés, ezért valószínű, hogy még a nem visszaváltással is még jobban járnak így. Kemény. És hát én nagyon szomorú vagyok azért, hogyha már hozzányúlnak egy sorsjegyhez, rosszabbá tudják tenni, mert kevesebb pénzt ad vissza, akkor legalább hozzányúlnak a játékhoz is, hogy több olyan legyen, ami nyerő az 5-ös játékon. Igen. Nem csak én rongyoltam már a pofámat el teljes mértékben arról, hogy tök gáz, hogy úgy adnak ki sorsjegyeket, hogy van 2-3 játék, amin nyersz, az összes többi meg csak dísznek van. Hát jó. Nem? Pedig biztos nyertél többször 7000-et, és akkor sem. Ja volt. Persze, egy csomószor vagy nagyobbat, hát lehetett volna. Ja. Meg 10-20 ezret, meg 30, meg mit tudom, vagy itt 20-40 ezer lehet. Hát nyertem már 20-40-et, meg 100 ezret is. Igen. És egyik sem. Na, nézzük. Félkorú rabló. 3 egyforma szimbólum kell kötésben, és az harang, cseresznye, harang kombó jött ki. Bár és cseresznye, áó. 7-es, szőlő és citrom. Nézzük a 7-es játékot, itt egy kis összeadás játszik. 3 mellé 4 kell, mert 7 vagy 11 a cél, de 5-öt ad, az 8. 6-os mellé 2-esé, 1 vagy 5. 4-est ad. Nem lehetne kicserélni, és akkor mind a kettő nyerő lenne. Nyert szó betűit keressük. Hiánytalanul. M? No. No. Not nyert. I. R. Ászkeresés, találás, reméljük találás lesz belőle. 10, 4, 7, az 4 és egy kamuász, és egy király. Már még egy kamuász jött. Igazit adjál, te személy. 5, király és dáma. 6, 5, király és 9-es, hát miért nem királykereső? Aztán egy játék maradt, ahol 3 egyforma összeget kéne összehozni, és van 2 10 milliós, meg egy 75 milliós. Jöhet az a 10 millió. Jöhet, bizony.
20 ezer. 50 ezer, csak a 10 millió jó. Csak az nem. De nem az jó. 50 ezer. Hát akkor egy gyors betű ellenőrzés, hát ha elnéztünk valamit. Na? Azt mondtad, hogy gyors betű ellenőrzés. Így gondoltam, hogy úgy gondoltam, hogy gyors. Ott egy H. Na meg akkor lapozunk egyet, és itt is lesz valószínűleg valami. Egy L. Hall. Az. Na majd a 25-ös. 0-25? Hát, az legyen a következő? Legyen. Jó. Előről, hátulról, középről? Legyen hátulról. Hátulról. Hát, ha majd megkérdeztünk. 20 ezer, 10 ezer és 30 ezer. 30 ezer, 10 ezer és fogadjunk 20 ezer lesz. Nem! 75 millió. De így se jó. Sokkal jobb így. 10, király, 2 és jumbo. 7-es dáma, 4-es, vagyis kamu ász, és 9, gyere ász. Jumbo, 9, kamu ász, 7-es. Lapozás. Nyert szó, ezt is hátulról. Rögtön egy i. N, E, R, Y. Csak az, nincs itt keresztbe rajta? Nincs, sajnos. Sajnos nincs. 5-ös. 2 vagy 6. Na. 5 meg 5 az 10. 3 meg 4. 3 meg 3 az 6. Hát nem itt kell duplát dobni. Hát ez a baj. Pakó. Harang. És bár. Harang. És szöllő. Cseresznye. És cseresznye. Szöllő. És bár. Nem jött be a dolog. De majd is. 5-ös játék. 1, 5, 4, 3, 2, 5, 3, 4, 2 és 6, majd 5, 1, 3, 4 és 6. Nem jó. De nem áll. 4-es játék. Egy dáma. Meg egy 7-es. Ász. Ász. 15 ezer euró. Volt már olyanom. Nekem is. Sőt, életemben dáma. Az első ilyen nagyobb nyereményem az az volt. Nekem is. Azóta se. 6. 24. És 7. 30. 8-as? Mi 8-as? Mi nem 6-os vagy 7-es? 18 és 16. Na, se jó. Akkor... Úszogumi? Úszogumi, gyere úszogumi. Nem jön. Pénz. Pénzt adott, de nem adott pénzt. Úgy adott pénzt, hogy nem adott pénzt. 8. Na. Te nehezen jössz le, dáma. Jól elkapartam azt a dámát, de az dáma. 4-es. Király. 6-os. 7-es. Kettőből semmi. De a 13-as? Majd az. Hát. Egy P parkolópályára tett minket nyerésre. Elég rendesen. Meg egy E. E. Na tessék, 13-as. A következő a 0-13-as. És ezzel a flánya játékkal fogok kezdeni. 5. 4, 2, 6, és 3, 1, 6, 5, 2, és 3, kár, hogy sorban nem jó, 4, 2, 4, igen, jó, valamiért nem tudom, miért állt 4-re a szám, 5, 1, és 3, jó, hát nem jó. Nézzük meg a 6-os játékot is. Egy patkó, egy citrom, és egy 7-es, meg egy citrom, és egy harang, cseresznye, 7-es, szőlő, és szőlő. Nem jött be a dolog. Utolsó játékra ugrunk. Ez most ilyen ugrálós lesz. Mindegy, csak nyerünk. 100 ezer, 5 ezer és 50 ezer.
5000, 100000 és 50000. Kettes számú játékon van nekünk egy úszógumink és egy arany rudink. Négyes játékon pedig ász. Nyolcas. Ász. Kérjük még egy ász. Kamu ász, ne! Nem jó. Beágott oda egy 9-as. 8-as játék. Egy T. Egy N, eddig jó. Egy R. Ne, I betű, meg egy E. Megint egy egyen múlott. Beugrott ide a 7-es játékhoz kockázni. 6-os, 2-esé van, 1-es vagy 5-ös kell. 2-est ad. Itt az 5-ös. Na, 2 vagy 6. Még egy 5-ös. De szemét. Hát az. Most nézzük meg, hogy lesz 100. Dáma, 10-es, 2-es és 7-es. 8, 9. Á, nem jó, dáma is 10. 10-es, 8-as, 6-os és király. Hát nincs 100. Van még két játék. Legyen most az egyes játék, és a rulettel fejezzük be. Hát, ha behúzunk rajta valamit. Mondjuk ez hát a kettessel nehéz lesz. A hármast adja rá. Ne. Hét. Na, dámával. Nyerjünk már a dámával. Adj egy kicsit. Ázt ad rá. Egy lehetőségünk maradt. Na, nézzük. 8-as. 34-es. És 11-es. Valamelyiket légy szíves prezentáld nekünk, ez egy 6-os lett. Jó, és egy 16-os. Hát olyan sincs. 27, és az utolsó lehetőség 10. 11-ünk van. Jaj. Hát szólnak, ez most nem a legjobb formáját mutatta a sors, egy ügyileg. De annál jobban éreztem magam. Köszönöm szépen. Egyébként úgy kerültem Szolnokra, hogy... M és W. Így van. Hogy Katus a Twitch-en futó nyereményjátékom nyertese volt, és elvittem neki a nyereményét, és akkor ő meg úgy gondolta, hogy ő meg fog letni engem. És egyrészt beszáll ebbe a Keressük Magyarország legszerencsésebb települése sorozatba, másrészt meg meghívott a múzeumban, ahol dolgozik, és bemutatta. Tök jó. Tehát nagyon kedves volt. Ott volt a családja is, jól éreztük magunkat. Azt kívánom, hogy szép nagyokat nyerjenek, mint ahogy minden kedves nézőnknek. Szóval nyerjetek nagyokat, iratkozzatok fel, legyen szerencsénk. Sziasztok! Sziasztok.